Sziasztok, én Amivék, és köszöntök mindenkit a legújabb Minecraft 2-en, mármint Minecraft Hardcore 2-en következő részébe, a harmadikba, és képzeljétek el, az előző részből ugye a teheneknél hiány volt. Mármint azt kell tudni, hogy a tehenekből alig tudtunk hozni, mert hát nem nagy számban voltak, és most az a vicces, hogy ha itt hátra néztek, akkor megmutatom nektek, hogy mi van ott. Nem fogjátok elhinni. Tehenek. Ja, hát csak egy kis tehencsorda. Ja, csak egy kis tehencsorda. Na mindegy. Azt terveztük Istvánnal ebbe a részbe, hogy... Ja, egyébként elfelejtettem mondani, természetesen István még mindig itt van. Hát, még mindig, sziasztok. És hát ebbe a részbe terveztünk egy kicsit bányázgatni, és elnéztünk erre videón kívül, és láttuk, hogy itt egész szép bányák vannak, úgymond. És egyébként itt is van egy ilyen kis lyuk, ezt észre se vettük még, pedig már itt lakunk egy pár rész óta. Kíváncsi vagyok, hogy itt mi van, gyorsan megnézem. Mert nálam nincsen. Jó, ez itt egy, csak egy üreg, ez semmi. Akkor még se bánya. Nem baj, azért a szén... Itt nagyon sok van, meg itt a helyen. Persze, hogyha majd lesz szükségünk szénre, akkor majd lesz bőven. Itt is, hogy csak mindegy, akkor nézzük meg, hogy még itt mi van. Itt is van két ilyen kis üregszerűség, de ez valószínűleg csak üreg, ilyen barlang. Fákja az. Nézzük, mit rejt a sötétség. Fákja, ide is egy fákja. Tudom, hogy van Optifine-od. Nézd, itt már voltunk, mi a szar? Akkor ez... Ja nem, itt voltam én az előző részben, itt bányázgattam, itt találtam egy pár másat. Hát igen, az nem én voltam. Már itt ez egy kanyon. Tudod a izét. Itt nem szabad, itt van vas, ezt kiszedem. Itt is van. Azért mindenképp. Mert vas, igen, egyébként ebben a részben a vas szett a célunk, itt is van egy ilyen. Nézd, egy zombi, segítek. Egy kicsit bagos. Vigyázz nagyon a creeperekre egyébként. Látok, van ilyen kis kakas. Nem, a szomszédban. Ja? Nálunk már nincs, csak volt. Ez közel van mondjuk. De egyébként jó sok fa van, hogyha akarnak fát kivágni. Na jó, akkor... Szettet, amennyit tudunk. Az a rossz, hogy ugye ketten megyünk, és ugye mind a kettőnk meg kell. Na ezeket a teheneket simán megölhetjük, mert van már két tehénünk. Most ezt akartam. Három. Ott van a kis izé állatkertünk. Ként nem mondtuk, de igen. Az előző részben részen kívül voltunk, és szereztünk állatokat. Hogy mindenben legyen kettő. Igen, igen. Például szereztünk csirkét, malacot. Malacból csak egy, ja nem, kettő van. Igen, egyébként lasszóval hoztuk ide a malacokat. Igen, nem, nincs révben. Persze. Na. Rád akkor mondtam, hogy már. Én csak megmutattam a nézőknek, hogy szereztünk ilyen állatokat. Jó. De akkor ezek sürgősen, mert még problémák lesznek, és akkor hány vasat tudtunk mi most szerezni? Mert akkor ezeket mind ki tudjuk. Nálam 13 van. Nálam is. Na jó, 13, akkor igazából még egy kicsit bányászhatunk a saját bányarendszerünkbe is, mivel teljes vas szett a cél ebbe a mai részbe. Hogy minél protektívebbek legyünk, ha van ilyen igen. Szó. Hát, most már van. Én is egyébként meg szeretném köszönni, hogy az előző részhez, meg az azelőtti, tehát az első két részhez írtatok páron. Például, most nem akarok mindig nevet mondani, de Rajmundnak köszönöm szépen a támogatását. Nyilván jól esett, amit mondott, és egyébként videón kívül is, de vicces volt, hogy ezt így kiütötted, mertem. Tehát videón kívül is írt nekem személyesen egy ember, aki mondta, hogy kicsit tömörebbre próbáljam megvágni a videót. Hát nem tudom, hogy fog ez sikerülni, de mindentelen. Most belőle, bányászunk, ebben egy kicsit nehezebb. Nem is tudtam, hogy ennyi vasunk van. Akkor hallod, már készítem is a páncélzatot. Bocs, kivettem egyébként. Rengeteg vas. Sisakot csináltál már magadnak? Hát nekem, nézzél már, nem szerinted. Csinálok akkor... cipőt. Nézd, csinálok neked izé, sisakot. Jó, én meg egy cipőt. Nézzél már rám. Csinálok neked egy nadrágot, mert látom, hogy nincs. Tessék, megkapod még a vasamat. Nézd itt a nadrágot. És akkor nekem még mellvértem nincs, de neked meg cipőnk sincs, tehát akkor csinálok két cipőt, mert arra van keret. Van nálam cipő. Bazd meg.
Kettőt Két szikló. csinált. Nem baj, úgyis elkopik. Jó, mindegy, akkor berakom a chestbe, mert akkor most nem tudok mit csinálni, Semmi mert baj. elvért reach lett volna. Jó, mindegy, most már azért kicsit jobban állunk. Ja, próbálok Közben. elrendeződni. A Ezeket is YouTube logó nem berakom. fogja látszani, nem el. Who Még cares? látszik. Hallod, a YouTube logó, hogyha akarod, hogy látszódjon, akkor meg fogsz halni. Hát, én nem akarok meghalni. Majd akkor fog látszani, ha lesz szárnyunk. Ha eljutunk egyáltalán az Ender Dragonig. Én szeretnék. Én is. Akkor jó. Úristen, úristen, csákányomat égettem ki. Na, Jó akkor mehetünk, kaja. Isti. Készen vagyunk? Igenis, kapitány. Igenis, kapitány, nézzétek meg, már majdnem full settünk van, már csak egy melvért kell mind a kettőnknek, és akkor meg lesz a videó célja, a Igen, full vas pont. set. Úgy, Na, menjünk. mehetünk. Erre megyünk le? Aha, úgy, Jó. mint múltkor, tudod, Csuki. erre elmegyünk, azt elkezdünk ásni lefele. Csuki-csuki, jobbra-balra, jobbra-balra, lefele-fölé. Ez ilyen csiki-csukisra sikeredett. Itt van még a Amúgy itt furnace. voltunk, amúgy, azt tudod, hogy itt voltunk. Na, itt vagyunk már a házban. Ti ezt nem láttátok, de visszajöttünk a bányából. Nem akartuk, hogy túl hosszú legyen a Igen. videó, ezért Fú, kivágtuk. az a creeper, meg minden mennyiség, ami itt volt, mert jöttünk. Hí. Ja, lehet, hogy be fogok vágni egy kis jelenetet, hogy mennyi creeper volt, mert este volt, és hát mi is meglepődtünk. Úristen, 42! Nálam 4 vas 42! volt. Nem, 42 darab vas Na, volt. az jó. Milyen Akkor most jól szar! állunk. Kicsit Most. így szétszedem, hogy gyorsabban égjenek. Aksa. Na jó, akkor nektek ez egy pillanat lesz, addig megvárjuk, míg kiégnek ezek a vasak, és akkor majd, hogyha kiégett az összes, akkor. Kisütöm, ha kell. Na, és akkor nézzük csak. És kisült. Igen, kisült az összes vasunk. Ami azt jelenti, hogy most Várjál. kapásból fogok Ott van még. két darab. Köszönöm szépen. Két darab, majdnem ülőt csináltam. Na, akkor csinálok magamnak egy melvértet, tessék itt a te melvérted, Ah, és ilyet. csinálunk magunknak Mozdulat. két darab Veszettem. kardot. Vasat. Nagyon faszán Tessék. nézünk ki, havas kard, tessék. És ad nekem egy kőkardot, Azt kösz. csináltam, hogy legyen. Na. Igen, és akkor még csinálok két Mi? darab vas pikexet, mert az is jól fog még jönni, gondolom. Akkor adjak neked is egyet. Egyet csak. Nálam van egy. Én meg csináltam valamit. Ezt neked adom. Azt van már hivatalosan is egy íjam. Nekem is. Köszönöm szépen. Már csak nyilak kéne nének. Hát, Kellenének. három darabunk van, szóval te kapsz kettőt, én egyet.
És egyébként nekem van is egy ötletem, hogy az előző részhez képest hogyan lehetne még ezt a körívet maximálisra, úgymond fejleszteni. Én szerintem, amíg te ásni fogsz Várjál. belülről, addig én... Ezt el akarom mondani, az a lépcsőt is még a videó kívül csináltuk. Ja igen, ezt nem is láthattátok, hogy a lépcsőt megcsináltuk. Csak mindig eljöttünk rajta, és elfelejtettük mondani. Jaja, de figyelj, ez nem volt annyira nagy kunst most. Persze, csak azért láttam, mondom. Hogy feltűnt a nézőknek, hogy most itt új lépcső volt. Mindegy. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ezt addig, amíg te belülről lássol, szerintem így kívül fogom itt az egész, mondjuk ideig a tükröket rakni. Tehát én ezt úgy terveztem, hogy itt majd egy ilyen kőfel álló cucc lesz, hogy például itt megcsináljuk sima kőből, és akkor felfelé ilyen kerítések fognak ilyen aggasztódni. Aha. Valami ilyesmi. És akkor olyan, mintha lenne egy ilyen kerítéses, ilyen lefele hajló cucc. Értem. És akkor itt lesznek a tükrök, és akkor itt pedig alul leásunk körülbelül mindent, és ez egy ilyen kis teraszként is funkcionál, pedig bemegyünk, és itt lesz az enchanting table. Ja, és még nagyon fontos, hogy ezt a videó elején az Istennek mondtam már, hogy itt az a kis hegy, és szerintem ez a kis hegy teljesen tökéletes távolságban van, és nagyon jól nézne ki, ha ott lenne az Ender kapu fent, ha még eljutunk odáig. Mit gondolsz? Hát nekem nagyon tetszik. És akkor egy ilyen kis híd elvezetne oda pontosan, és ott lehetne valószínűleg... Nézd, már itt a hídnek az alapja. Itt ez a pár blokk.
Na jó, akkor gyere ide, és akkor Na, ja. köszönjünk el. Gyere is, Jövök, tiéd! jövök, jövök, csak megcsináltam ide az utat. Na Na hát. jó. Köszönöm szépen, aki velünk tartott ebbe a részbe. Egyébként pont a messzeség volt, kiszúrtam egy ilyen tükördarabot, hogy az pont rossz helyen van, baszki. Na mindegy. Szóval köszönöm Ja. szépen annak, aki végignézte ezt a hardcore sorozat harmadik részét, és nem egyedül, hanem ketten. Azért ezt tegyük Ezt hozzá. jegyezzétek meg. Ja. Na mindegy, köszönjük szépen nagyon, hogy végignéztétek. Isti csatornáját megtaláljátok a leírásba, ott meg tudjátok nézni az összemszögéből ezt a sorozat végigjátszást, ha gondoljátok, mert végigjátszás, ha lesz belőle egyáltalán. A Szóval, hogyha negyedik rész gondoljátok. biztos lesz. Három már Igen. van, negyedik biztos, úgyhogy még nem haltunk meg. Hát negyedik rész biztos lesz, addigra valószínűleg nem akarom megöletni magam egy jeges medvével, mint a második részbe. Ja, hát ott nem találsz semmit, csak jeges medvét. Jó, mondjuk Na. igaz. Találtam jeges medvéket. Azok mit is Úgy nagy esznek? meg is megtámadnak. Rendben. Kíváncsi vagyok, hogy Kíváncsi mit eszik a jeges medve. Azt nem tudom. Osztaró! Mi a? Ne! Ne! Azt a rohadt, majdnem meghaltam! Azt a rohadt! Szóval köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és reméljük, hogy a negyedik részt is ki fogjuk tudni publikálni, mert itt ez biztos ki fogjuk, de hogy lesz ötödik. Szóval én Rajmi voltam, és itt volt velem Isti. Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello! 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 Hello!